Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A mai témában a rezsicsökkentésről fogunk beszélgetni. Annak idején a Fidesz kampányában az egyik legfontosabb üzenet a rezsicsökkentés volt. Azóta persze kiderült, hogy ez eléggé megváltozott, és most ott tartunk, hogy a társadalom szinte valamennyi rétegét érinteni fogja. Most már nem rezsicsökkentés, hanem a rezsicsökkentés csökkentése, azaz a rezsi növelése. Úgyhogy ez milyen hatással lesz a Fideszre, és egyáltalán milyen őszre, milyen térre számíthatunk, politikai és gazdasági szempontból ezzel a témával foglalkozunk ma. Már is mutatom a vendégeinket. Itt van Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Závetsz Tibor, az Závetsz Research ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött, és Komját Imre, az MSZP elnök helyettese, társelnök jelöltje. Azt hiszem, hogy jó estét itt kívánok. Ezt mondom. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. És akkor nézzünk egy picit vissza, nem sokat, csak néhány hónappal menjünk vissza az időbe, hogy is kezdődött, hogyan kommunikálta a Fidesz a rezsicsökkentés. 2022. február 12-ére fogunk visszamenni, mert hogy ekkor tartotta Orbán Viktor az évértékelő beszédét, és akkor a rezsicsökkentés, ahogy már az előbb említettem, illetve akkor is az egyik legfontosabb üzenet volt. Nézzük meg, hogy akkor hogy fogalmazott Orbán Viktor. A rendkívüli helyzet rendkívüli döntéseket követelt, ezért mi nem néztük tétlenül az árak vágtatását, hanem bevezettük a négy stop politikáját. Rezsistop, üzemanyag árstop, kamatstop és élelmiszer árstop. Ilyen 30 éve nem történt Magyarországon. Ma úgy áll a helyzet, hogy az Európai Unióban az áram ára nálunk a legalacsonyabb, a gáz ára pedig a harmadik legalacsonyabb. A rezsicsökkentés működik, éppen most veszi át tőlünk Franciaország és Spanyolország. Az üzemanyag ára nálunk az ötödik legalacsonyabb. Ma 480 forintot fizetünk, árstop nélkül jóval 500 forint felett járnánk. Az árstop itt is bevált, ezért további három hónappal meghosszabbítjuk. A kamatstop... A kamatstop megvédi a lakás jelzálog hitellel rendelkező családokat, az élelmiszer árstop pedig mindenkinek, de leginkább a kispénzű embereknek segít. Azért idéztük föl az évértékelő beszédet, nem volt annyira régen, ugye februárról beszélünk, akkor készültünk, fordultunk rá a kampányra, és ugye sokat beszélgettünk arról, hogy a rezsicsökkentés hogyan alakította a Fidesz kommunikációját, de talán nem túlzás azt mondani tényleg, hogy az egyik legfontosabb üzenet volt. Felépítette ezt nagyon komolyan a Fidesz. Mennyire volt ez hatékony, hogyha onnan nézzük februártól meg a mostani állapotot, furcsa volt egy picit visszanézni ezeket a mondatokat. Igen, mert szép lassan így a stoppok is stoplámpát kapnak, ezt mondhatjuk, de hatékony volt, tehát tegyük hozzá a történethez azt, hogy amikor egy választás utáni kutatásban Enyedi Zsolt és Szabó Andrea felmérésében, aminek az adatfelvételét készítettem, megkérdeztük a Fidesz szavazókat, hogy miért voksoltak oda, akkor a négy fő ok között, amiben persze benne volt az is, hogy ennek a tábornak egy jó része mindig fideszes volt, tehát hagyományosan Fidesz szavazó, az általános elégedettsége a politikai társadalmi viszonyokkal, ez a második, a harmadik a háború, a negyedik, de nem sorban a negyedik, hanem sorban az első, az a materiális indokok, tehát akkor emlékezünk arra, hogy a 2500 milliárdtán az az összeg, amit a államkasszából különböző társadalmi rétegeknek osztogatással odaadtak a választási kampány időszakában, és ebbe tartozott bele, ebbe a materiális történetbe az okok között az, hogy a rezsicsökkentés az egy ilyen nagyon fontos üzenete volt, hogy a rezsicsökkentés megtartása az nagyon fontos üzenete volt a Fidesznek. Nagyon nehezen is tudott vele az ellenzék mit kezdeni, mert nagyon ingoványos talaj volt. Tehát, hogy abból a szempontból nézzük, hogy a szavazatoknak a megszerzéséhez mennyire járult ez hozzá, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ez egy hatékony dolog volt, az egy, biztos, ha történetileg nézzük majd a műsorban a további időszakot, az már egy másik történet, nem ilyen szép történet, amikor a miniszterelnök mondjuk a választás utáni második napon talán azt mondta, hogy amíg ő a miniszterelnök, a rezsicsökkentés fönnmarad, és úgy vettem észre. Igen, végigvesszük ezeket a csomópontokat, mert tényleg tanulságos. Így ellenzéki politikusként milyen volt visszanézni ezeket a mondatokat? Ugye itt csak az egyik felét láttuk a történet, mert itt egy dupla hazugsága volt a Fidesznek.
Tehát miközben egyik oldalról azt mondta, hogy ők megvédik az alacsony rezsijárakat. Nem érdekes, hogy háború van, nem érdekes, hogy mi van a világpiacon, nem érdekes, hogy mennyi a rezsijár. Közben azt hazudták, erre is érdemes emlékezni, hogy na az ellenzék az viszont megszüntetni a rezsijárakat. Ugye ez a választás a Fidesz oldaláról elsősorban, és ugye ez volt a fő téma, elsősorban arról szólt, hogy jön a Gyurcsány, jön a Márkizaj, jön az ellenzék, és akkor ők megszüntetik a rezsijár. És mit kapott ezzel szemben a lakosság? Jött Orbán Viktor, és jött a rezsiáremelés. Ugye nem véletlen, hát tele van az internet olyan mémekkel, amik arról szólnak, hogy úgy látszik mégis az ellenzék nyert a választást, mert a Fidesz kommunikáció, a Fidesz pontosan azt csinálja most, nem csak ebben az ügyben, de ebben az ügyben is azt csinálja, amivel az ellenzéket vádolta, szociálisan, teljesen érzéketlen módon neki látott egy rezsiáremelési ciklusnak, elkezdte emelni a rezsiárakat, ráadásul majd biztos erről is fogunk beszélni, teljesen átláthatatlan, tisztességtelen, kiszámíthatatlan módon. Ezen gondolkoztam, miközben néztem ezt a képsorokat, hogy mit szólnának azok az emberek, hogyha látnák ezeket a képsorokat, akik mondjuk bejátszanák Edelénybe bevásárló központ, nevezzük így, közértben. Azok, akik nem örülök neki, hogy ez a helyzet, ilyen konfliktusok vannak, de egymásra feszülnek az emberek. Én amikor otthon vagyok, akkor oda szoktam járni vásárolni. És egymásra mutogatnak, hogy tessék, ezekre szavaztál? Most mi történik az árakkal, a gázzal, az árammal? És mi a válasz erre? Mit válasz? Megoszlik. Van, aki szégyenlősen elvonul, mert tudják, hogy ő oda szavazott. Vannak, akik a háborúra fogják, hogy nem Orbán Viktor tehet róla. De egyre többen vannak azok, akik valóban azt mondják, hogy a kormány felelős mindenért. Ők kormányoznak. Hosszú évek óta, kétharmaddal megígérték, hogy megvédenek, miért nem teszik? Igen, beszélünk majd még arról, hogy hogyan változtathatja meg mindez a jelenlegi állapotban a Fidesznek akár a támogatottságát, vagy a népszerűségét, de még egy picit előrébb ugrunk az időbe, és most május 16-ára, 2022. május 16-ára, mert akkor beszélt ugye választások után Orbán Viktor, és akkor is nagyon-nagyon hangsúlyos volt a rezsicsökkentés megtartása. Nézzük akkor, hogyan fogalmazott. Vállalom, hogy megvédjük a családtámogatásainkat, vállalom, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét, és vállalom, hogy megvédjük a rezsicsökkentést is. Orbán Viktor szerint Magyarország vált a nyugati világ utolsó keresztény konzervatív bástyájává, és szerinte csak azért kritizálják, mert Brüsszel kizárólagosságra és egyszínűségre törekszik. Aki nem lép egyszerre, vizsgálatot kap estére. Magyarország ez ellen lázad. A beszéde legvégén úgy fogalmazott, 30 éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, ma már azt, hogy mi vagyunk Európa jövője. Tulajdonképpen nem sokan változott. És a szerénységet szereti magába különösen. Igen, nagyon vicces fiú. Nagyon. Igen, nem sokat változott ez a fajta kommunikáció ahhoz képest, amit a kampányban mondott. Hát nem sokat, de ugye két probléma van. Az egyik probléma az, hogyha a miniszterelnök május közepén nem látta azt, hogy milyen folyamatok vannak, és nem látta azt, akkor az a probléma, mert a politikusi képességek között ott van az is, hogy nem csak visszafelé nézek, nem csak a napot, az aznapot kezelem, hanem megpróbálok valamit előre látni, hát ez egy nagyon fontos dolog szerintem, ez a vízió. Igen, majd az időzítésről beszél, mert ez valóban nagyon fontos. Igen, tehát ez szerintem nagyon, nagyon fontos, tehát ez az egyik probléma. A másik, az talán még rosszabb, ha látta, de annak ellenére, hogy látta, hogy mi vár ránk, és mi ennek az elkövetkezendő hónapok, és ő ezt mondta, akkor nagyon nem volt tisztességes a magyar társadalommal, mert akkor nem azt mondta, ami az ő tudása. Tehát ez sehogy nem jó. Ezt szerintem mérhetetlenül elrontotta, és a végtelenség ezt nem lehet csinálni, mert egyszer csak van egy olyan, hogy az emberek tényleg szembesítik. Az Európáról valót mondatok, azok még nagyon furcsák így ezekben a napokban, különösen amikor a európai pénzek a helyreállítási alapért tényleg megy egy iszonyatos hát harc, mint hallottam ezt a fogalmat. Tehát már tényleg bizottságok alakulnak, amik a korrupciót fogják felügyelni, legalábbis ez a... Szervezni. Ez a mondás, tehát, hogy Európát, mint egy kívülállót, mint egy hozzánk igazodó entitást megfogalmazni akkor, amikor rászorulunk arra, hogy az a pénz ide jöjjön, és a Orbán Viktor is tudja, hát meglehetősen anakronisztikus. De ne csak Orbán Viktorról beszéljünk arról a kórusról,
azokról a fideszes és KDNP-s politikusokról, akik még nem olyan régen a parlamenti ciklus befejezése előtt néhány héttel is kórusban kiabálták, hogy mi el akarjuk törölni a rezsicsökkentést, és mi ellene vagyunk. Amikor az MSZP igazi baloldali pártként kiállt és elmondta, hogy hogyan kellene megvédeni az embereket, és elmondtuk a javaslatainkat, elmondtuk azt, hogy a kádár kockákat hogyan kellene leszigetelni, hogyan kellene pénzt adni az embereknek arra, hogy szigeteléssel tudjanak valódi rezsicsökkentést elérni. Elmondtuk azt, hogy a nyugdíjasokat hogyan kellene megvédeni, hogy átverték egyébként a nyugdíjasokat a csak szimplán infláció követőt, és most már még az sem azzal a nyugdíjelemeléssel, akkor rendre azt kaptuk, hogy mert mi el akarjuk törölni a rezsicsökkent is. Éppen itt lenne az ideje, hogy Szijjártó Péter is, Orbán Viktor is kiálljon, és elmondják azt, hogy hazudtunk. Minden esetre az egy nagy kérdés valóban, amit említett, hogy elrontotta-e ezt a Fideszt, mert hogy egyelőre ez még nem világos, már mit beszélünk majd arról, hogy mennyire esett vissza a Fidesz támogatottsága, vagy mennyire nem, de azért az kérdés, hogy mennyire rontott el a Fidesz, és hogy tud ebből a helyzetből. Ugye, a Fidesz ezt nyilvánvalóan direkt csinálta, én nem vagyok ilyen jó indulatú, mint Tibor. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy tudni lehetett, hogy az a fajta modell, amit ők kidolgoztak, és amiből ne felejtsük el, hogy a korábbi években bőségesen szedtek ki Fidesz közeli vállalkozások pénzt ebből a rezsicsökkentési modellből. Teljesen jól látható volt, hogy nem fogják bírni. Abban a helyzetben különösen nem, amikor az Európai Unió, hát finoman szólva is gyanakvóvá vált az Orbán rendszerrel és a korrupciós ügyekkel szemben, és nem olyan könnyen jönnek az uniós források. Tudták, hogy mi fog történni? De nem vallották be a választás előtt, nem vallották be a választás után, megvárták a parlament végét. Tehát még a parlament utolsó ülésének a hétfőjén, amikor pont ebben az energiatakarékossági kérdésben mondtam napirend előtti hozzászólást a panelprogram folytatásában, a hőszigetelésben, abban, hogy hogyan lehet ne egyébként megújuló átállással szabadulni az orosz gázfüggőségtől, erre is az volt az kijelölt államtitkár válasz, a nevét nem érdemes megjegyezni, hogy egyébként micsoda hülyék vagyunk mi, meg az Európai Unió is micsoda hülye, ami azt mondja, hogy talán le lehet kapcsolni a villanyt, meg lejjebb lehet tekerni a termosztátot, mert egyébként a rezsicsökkentés megvéd minket mindentől. Megvárták, amíg a parlamentnek vége lett, és abban a pillanatban előálltak azzal, hogy ja, bocsi, mégis rezsi áremelés van, és nem pici, tehát itt nem arra kicsit igazítunk, hétszeres brutális gázáremelés, az áramárnak a duplázása. Ugye Orbán Viktor arról beszélt, hogy Európa harmadik legalacsonyabb gázára, jelentem ma ott tartunk, hogy Európa második legmagasabb gázára van Magyarországon. Ahogy hogy jutottunk ide, és hogy tudja ezt a Fidesz kommunikálni, és hogy milyen következménye lesz ennek a társadalom számára, a társadalom különböző rétegeiben, ezzel folytatjuk már is néhány perc múlva, jövünk vissza.